Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk a következő heti LEGO hírekhez, amelyben megpróbálom összefoglalni, hogy mi is történt az elmúlt 7 napban a LEGO háza táján, és hát igazából történt némi változás, hiszen bemutattak egy vadonatúj Jurassic World-ös készletet, érkezni fog egy vadonatúj Architecture készlet is, és tényleg akkora nagy kaki van a palacsintában a DeLorean terén? Nézzük is meg ezeket! A LEGO hivatalosan bejelentette a következő Jurassic World-ös készletét, ami ugyanannak a hullámnak a tagja lesz, ami ugye április 17-én fog megjelenni, hiszen április 17-én már volt róla egy külön heti LEGO hírek, nézzétek meg, hogyha esetleg még nem láttátok, egy csomó Jurassic World-ös és Jurassic Park-os készlet fog megjelenni, és hát ezek mellé még úgy néztik kapni fogunk még egy készletet, mégpedig a 76949-es kódnevű Gigantosaurus és... Hát ki se próbálom mondani, milyen dinoszaurusznak a támadása a nevű készletet. Gondolom ez is az új Jurassic World kapcsán fog megjelenni. Gondolom ez annyira nem meglepő számotokra. Viszont ez úgy néz ki, hogy egy igazán nagy készlet, mert pontos darabszámot itt még nem írnak le, de azért eléggé látható, hogy mekkora két hatalmas dinoszauruszról van szó, és azért mellette még különböző épületeket is kapunk, és még egy helikopter vagy girokopter is van mellette. Egyébként a megjelenését, ahogy már az előbb is mondtam, nektek ugyanúgy április 17-e lesz, viszont akármennyire officially ez a bejelentés, én még sehol nem találtam meg, hogy pontosan mennyibe fog ez a készlet kerülni, úgyhogy a LEGO még nem tette fel a hivatalos oldalára, de ettől függetlenül a képeket már ti is meg tudjátok nézni. Egyébként, hogyha megfordítjuk a dobozt, látható is rajta, hogy hogyan is néznek ki azok az extra kis épületek egyébként másik szemszögből, és azért bemutatja azt, hogy tényleg ezek a dinoszauruszok nem kicsik ebben a készletben. Számomra hát a Jurassic Parkos készlet után egyértelműen ez a következő, amit lehet, hogy be is fogok mutatni, hiszen még Jurassic World-ös készlet a csatornán, ha jól emlékszem, soha nem volt bemutatva, úgyhogy egy ilyenre lehet, hogy beruházok majd. Április 5-én végre hivatalosan is megnyitotta a kapuit a LEGO Campus, ami hát 5 éves építésnek az eredménye, és hát ezért a LEGO kiadott egy speciális LEGO készletet, amit a LEGO dolgozók már ingyen ajándékként meg is kaptak, ami nem más, mint egy Architecture LEGO készlet. Ahogy itt a képen is látjátok, ez a 400038-as 1494 darabos, hát LEGO Campus nevezetű készlet. Igazából pontosan ugyanolyan LEGO Architecture készletről van szó, mint amit már jól megszoktunk, megkapta ezt a tipikus 18 pluszos dizájnt, ettől függetlenül mégis azt a 10 pluszos jelzőt kapta meg. Kicsit furcsa, és elméletileg ezt csak az ott dolgozók fogják ajándékba kapni, úgyhogy ha beszeretnétek szerezni, akkor a másodpiacon hát biztos eléggé magas értéken fognak ezek kelni, de még 100%-ig nem vagyok abban biztos, hogy ez nem lehet majd ott megvásárolni, mert abban szinte biztos vagyok, hogy sehol máshol nem lehet majd megvásárolni, de ha ellátogattok ebbe a LEGO Campusba, akkor lehet, hogy majd ott bárki meg tudja vásárolni, nem hiszem, hogy csak ilyen speciális dolgozói exkluzív ajándék lesz ez, bár itt a cikk leírása szerint ez az, én továbbra se gondolom annak, hogyha ez így van, akkor tévedtem, de ha valaki majd egyszer ellátogat oda, akkor hát mindenféleképpen jelentkezzen be és mesélj el az élményeit, hogy milyen is volt ez a LEGO Campus, mert igazából havány fogalmam sem volt ezelőtt, hogy létezik egyáltalán ez a LEGO Campus, vagyis hát, hogy egyáltalán plenelték, hogy lesz majd egy ilyen LEGO Campus, és ahogy olvasgattam utána, hát 5 éves építkezéseknek az eredménye ez, ami április 5-től. Azt hiszem bárki számára meglátogatható, ahogy látjátok itt a képen, hát eléggé durva belsővel rendelkezik ez az egész, és hát igazából a gyerekeknek a fejlődésével, játékos fejlesztésével, kreativitásával kapcsolatos dolgokat lehet itt majd átélni. Ha valaki egyszer ellátogat, akkor mindenféleképpen jelentkezzen onnan be. És ha már új készletekről van szó, akkor van egy újabb termékcsaládunk is, amiben egy újabb készlet kerül forgalomba, mégpedig LEGO Friends Extreme körről van szó, és ez a készlet nem más, mint a nem tudom melyik kódnevű, de mindjárt nézem én is, a 41713-as Olivia űrakadémiája nevezetű készlet, ami összesen 757 darabos lesz, és a megjelenés május 1-ére várható, és összesen 26.999 forintba fog kerülni ez a készlet. Ahogy látjátok, azokat a szokásos mini dolgokat megkapjuk, és hát egy ilyen űrös témával fog foglalkozni ez a termékcsalád is, szerintem ez egy egész jó kiegészítője lesz ennek a frances témakörnek, hiszen azért a lányok is szeretik ezt a témakört, és egészen kreatív módon lehet belevetni magukat ebbe a bizonyos űrutazás témába. Na és most már beszéljünk arról, hogy mi is történt ezzel a DeLorean időgéppel, hiszen, hogyha fölnéztek most a LEGO oldalára, vagy a kocka.hu-ra, azt is láthatjátok, hogy jelen pillanatban nem elérhető ez a készlet, és hát sok e-mailt, Facebook kommentet, Facebook üzenetet,
mindenhol írtatok, hogy honnan tudjátok majd ezt a készletet beszerezni, hiszen már most, az első nap után sold out volt ez a készlet, és mindenki attól aggódik, hogy nem tudjátok majd beszerezni, vagy attól aggódtok, vagy azért aggódtok, hogy csak a másodpiacról tudjátok beszerezni jóval magasabb áron. Mindenki nyugodjon meg. Rengetegszer előfordult, és következő ilyen hype-olt készletekkel elő is fog fordulni sajnálatos módon, hogy ennyire gyorsan elkapudják az ilyen stílusú készleteket. Hogyha egy olyan készletről van szó, ami bármilyen IP-hez köthető, és még meg is mozgatja azokat a retro érzéseinket, akkor szinte 100%-ig biztosak lehetünk abban, hogy azokat az első néhány órában, vagy akár az első napon is el fogják adni az összeset, de mindenki nyugodjon meg, ezeket újra fel fogják tölteni. Általában még ugyanabban a hónapban, tehát ugye április 1-ével jelent meg ez a készlet, nagy valószínűséggel a hónap végére már ismét föl lesznek töltve a készletek, amit nagy valószínűséggel ugyanolyan gyorsan le fognak rabolni, mert ugye rengetegen utazgatnak arra, hogy a másodpiacon eladják, és ugye érkezett rengeteg olyan üzenet is, hogy ez mennyire nem fair, hogy szinte dupláron árulják a különböző Facebook csoportokban, meg itt ott, amit teljesen meg is tudok érteni, eléggé felháborító, hogy ennyit árulják ezeket a készleteket, meg hogy nem hagyják, hogy az emberek normális áron megvásárolják, de ezeknek csak úgy tudtok gátat szabni, ha nem vásároltok a másodpiacon. Hogyha nektek az az ár nem felel meg, akkor ne vegyétek meg. Lehet, hogy ezáltal egy kicsit tovább kell várnotok, hogy összebírjátok építeni ezt a remek készletet, de akkor ne vásároljátok meg a másodpiacon. A Lego mindenféleképpen pótolni fogja. Az ilyen készleteknek sajnos általában ez a sorsa. Csak emlékezzetek vissza, a Titanicnál is ugyanez volt a Lego Ideas-os Home Alone készletnél, a reszkesedek betörő készletnél, pontosan ugyanez volt, az ilyen hype-olt készleteket szinte az első napon kirabolják, de utána, hogyha most fölnézünk a Lego oldalára, akkor oké, hát ebben a pillanatban például a Titanic nem elérhető, de a Lego Ideas-os reszkesedek betörő készletet meg tudjátok vásárolni, ami oké, biztos nagyon rosszul esetett azoknak, akik karácsonyra szerették volna beszerezni ezt a készletet, de látjátok, hogy pótolták, úgyhogy igazából csak idő kérdése is újra elérhető lesz ez a készlet. És hát rengeteg olyan komment is érkezett felőletek, ami azt taglalja, hogy a Legónak azért azt tudnia kellett, hogy ez egy igazán hype-olt készlet lesz, ezért miért nem gyártottak többet belőle. Hát én nem vagyok meggyőzve arról, hogy ők nem gyártottak többet, de ugye megvan annak is a határa, hogy mennyit gyárthatok extrában, hiszen hogyha egy bizonyos készletből extra gyártanak, akkor azt valahonnan el kell venni, tehát a másik készletekből lett volna hiány, és ezáltal ezt nem tudták megtenni, hogy csak ebből a készletből gyártjanak x-szer többet, míg a másik készleteket teljesen elhanyagolják, úgyhogy értem a frusztrációt, tényleg nagyon rossz ez a helyzet, de várjátok ki, későbbiekben normális áron meg tudjátok majd vásárolni, és mint ahogy már az előbb is elmondtam nektek, hogy nem szeretnétek extra árat fizetni a másodpiacon, akkor annak a legegyszerűbb módszere az, hogy ne vegyétek meg azokat, és akkor egy idő után a másodpiacos ára is simán lentebb fog venni, hiszen hogyha nincsen kereslet, akkor az ár is lentebb fog menni. De amíg mindenki vásárolja a másodpiacról, addig hát ne is számítsatok rá, hogy ott lentebb fog menni az ára, hiszen látják, hogy elbírják adni annyiért is, és ezáltal folyamatosan strófolják fel ezeknek a készleteknek az árát. Úgyhogy azt hiszem harmadjára mondom el a videóban, mindenki nyugodjon meg, a későbbiekben még lesz. Ez tényleg egy elég ciki szituáció, hogy a Lego nem tudja a saját készleteit föltölteni, de általában is sajnos így szokott lenni, és erre mondhatnátok azt, hogy de hát Magyarországon van az egyik Lego gyár, akkor hogy pont Magyarországon nem lehet normálisan a készleteket feltölteni. És hát itt is azért van egy kis csavar, mert például ezt a készletet, ha jól tudom, nem Magyarországon készítették, úgyhogy itt már eleve van egy kis csavar benne. Viszont az olyan készleteket, amit Magyarországon is gyártanak, és Magyarországon értékesítik, ez nem úgy megy, hogy a gyárba legyártják, és elviszik akármelyik pesti játékboltba, akárhova, hanem először fölmegy, azt hiszem Lengyelországban van az ilyen elősztó központjuk, oda fölmegy a Magyarországon készült Lego, és Lengyelországból jön vissza Magyarországra az a bizonyos Lego készlet. Úgyhogy igazából itt logisztikai problémák vannak, amiről ugye már, hát lassan már egy éve vannak ezek a logisztikai problémák, szerintem számodokra sem lehet újdonság, minden más termékben is azért elég észrevető ez, és még a tetejére, ugye hát itt volt ez a Covid szituáció, amikor hát hónapokra le kellett állítani egész sok részlegnek a gyártását, ami hát mostanra azért már nem lenne, vagy nem lehetne hatása ezekre a készletekre, de szerintem azért mindig valamilyen szinten próbálják utolérni magukat ezek a gyárak is, úgyhogy hát mind a Covid szituáció, mind a háborús helyzet, és mind az, hogy akadozik az ellátás. Ez szerintem csak annak köszönhető, meg a másik az, hogy tényleg ez egy nagyon hype-olt készlet, mindenkiben szerette volna szerezni, és hát így az első nap el is fogyott, de nyugodjatok meg. Miért mondom el még egyszer? Mindenki nyugodjon meg, hamarosan lesz újra.
Ha emlékeztek rá, az előző héten mutattam nektek egy speciális 90. évfordulós készletet, amit a LEGO akkor véletlenül kicsorgatott számunkra, és most már pontos megjelenés és árat is tudok nektek mondani. Ugye ez a készlet nem volt más, mint a 11.021-es, a játék 90 éve nevezetű set volt, és itt a magyar LEGO oldalon már föl is tűnt, hogy május 1-én fog megjelenni ez a készlet, és egészen baráti árról van szó, hiszen 18.990 forintba fog kerülni ez az 1100 darabos készlet, úgyhogy ha valaki szereti az ilyen retro stílusú készleteket, akkor szerintem utazzatok rá, hiszen hamarosan május 1-ével ez is el lesz érhető. A LEGO Ideas oldalán eddig a pontig, amikor fölveszem ezt az adást, egy darab ötlet ért el a bizonyos 10.000 szavazatot, aminek a feltöltője nem volt más, mint Dime Xart, ha jól olvasom a nevét, és a készlet nem más, vagyis az ötlet nem más, mint ez az Antique Cash Register, ami... Hát csak nézzetek rá, hogy mennyire eszméletlen menőn néz ki. Ezek az aranyelemek, amit belepakolt, hát nem tudom mennyi ilyen aranyelemet kellett összeszedni, hiszen hogy így a képeket nézem, ez nem digitális munka, hanem ez ténylegesen meg van építve, nekem legalábbis nagyon úgy jön le, de szóljatok rám, hogy a tévedek, nekem ez nagyon ilyen fizikai dolognak tűnik. Lényeg a lényeg, hogy tele van pakolva ezekkel a speciális aranyalkatrészekkel, és még a tetejére ez egy működő kasszagép. Nagyon hasonló elben működik egyébként, mint a... Volt egy írógép a Legónak egy évvel ezelőtt, kb. Egy évvel ezelőtt jelent meg ez a készlet, és nagyon hasonló módon ezt is tudjuk mozgatni, hogyha a gombokat lenyomkodjuk, akkor alul ki fogja adni azt a kis helyet, ahova be kell helyezni a pénzt, és egyébként még különböző pénzérmék is bele vannak rakva, úgyhogy tényleg egészen menő kis készletről van szó, és egyébként, hogyha kíváncsiak lennétek, hogy mekkora ez a szett, összesen 2565 darab alkatrész van benne. Ha fölnéztek a LEGO-nak a hivatalos oldalára, akkor láthatjátok, hogy igazából nem változott az ajándék az előző héthez képest, még mindig be tudjátok szerezni ezt a húsvéti csibe ajándékakciót, vagy ezt a húsvéti nyuszis ajándékakciót. 21.240 forint felett kell, hogy vásároljatok, és akkor mind a két ajándékot be tudjátok szerezni egészen 16-áig, tehát még összesen van 9 napotok arra, hogy beszerezzétek, és egyébként változott a dupla VIP pontos akció, van egy szitis és egy duplós rendőrségi csomag, amit hogyha megvásároltok, akkor dupla pontot kaptok érte. Ám de hogyha felnéztek a LEGO Store Budapest oldalára, akkor ott is láthatjátok, hogy még mindig ugyanúgy folyt ez a húsvéti ajándékcsomag náluk is. Hogyha 23.000 forint felett vásároltok, akkor megkaphatjátok ezt a kis csipés apróságot. Nos, srácok, hát ennyi lett volna mára a heti LEGO hírek, de mint ahogy általában megszokhattátok, most jön egy kis visszatekintés a múltba. Az elmúlt héten egészen sok bemutató volt ismét a csatornán. Először is ugye kezdődött szombaton? Igen, szombaton volt egy gigantikus Monkey Kid-es bemutató. Ez volt a legelső készlet, amit ebből a termékcsaládból bemutattam. És hát ha már a legelső készletet mutattam be, úgy döntöttem, hogy a legnagyobbat választom ebből a témakörből. Hogyha még nem láttátok ezt a speciális bemutatót, akkor fönt a sarokban tudjátok, meg tudjátok nézni. Aztán volt vasárnap egy nagyon pici készlet bemutató, összesen 66 darabos készletről van szó, ami nem más, mint ez a 66-os parancsal kapcsolatos kis Star Wars-os set. Ezt is megtaláljátok fönt a sarokban, aztán hétfőn érkezett egy igazán gigantikus unboxing adás, ismét rengeteg készletet kaptam a LEGO Store Budapesttől és a LEGO Magyarországtól, és egyébként a LEGO nagykövetségi rendszerén keresztül is érkezett pár készlet, és utána kedden érkezett egy speciális Bricklink-es bemutató, ugye ez volt az utolsó ilyen Bricklink-es készlet, amit mostanában megvásároltam, és hát abban ezt a csodálatos kis halászhajót nézhetitek meg, az összes linket fönt a sarokban megtaláljátok ezekhez. És még mielőtt elköszönnék, azért ne felejtsétek el, hogy lassan már egy éve megy a csatornatagság opció, ezért arra gondoltam, hogy ugye már rengetegen vagytok, akik lassan egy éve támogattok folyamatosan, ezért egy ilyen speciális egyéves badge-et készítettem, azért az elég túlzás lenne, tehát megkértem ismét Balogh Kristófot, hogy készítsen egy egészen menő kis speciális ajándékot számatokra, ezért, hogyha valaki el fogja érni az egyéves támogatást, akkor egy speciális kis szőrös szakállas fejet fogjátok megkapni a nevetek mellé. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy már ennyi ideje itt vagytok és támogattok engem. Ha tetszett ez a videó, akkor tudjátok a lájkokat ne felejtsétek el. Ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, akkor a csatornatagság gomb mellett megtalálható az a bizonyos feliratkozás gomb is. Ha esetleg még nem nyomtátok meg, akkor légy szíves, tegyétek meg ezt. Nektek nem kerül semmibe, nekem viszont nagyon sokat jelent. Találkozunk srácok a következő adásban, ami ismét szombaton és vasárnap fog érkezni, és hát olyan készletek lesznek bemutatva, amit az előző hétfői unboxingban is láttatok, úgyhogy hát lesz jó pár izgalmas készlet. Addig is, srácok, jók legyetek, szevasztok!